12. században a kínaiak voltak az elsők, akik a horog tökéletesebb elhajítása érdekében a zsinort a horgászbottyukra tekerték. Napjaink orsói pehely könnyű, de mégis nagy szilárdságú anyagokból készülnek. Sebességváltó van rajtuk, ami lehetővé teszi a gyors dobást és a könnyű visszacsévélést. Így még a nagyobb és erősebb halakat is könnyebben kifoghatjuk. A régi idők orsói nehezek és csak egysebességesek voltak. A korszerű szerkezetek már 2-3 sebességesek és kevesebb alkatrészből készülnek. Az orsóház készítéséhez egy számítógép vezérlésű marógép 4 nyílást vág egy alumíniumból készült hengerbe. Ezeken keresztül a horgász hozzáférhet az orsóhoz, hogy a zsinóron lévő esetleges csomókat kibogozhassa. Egy másik marógép egy acéldarabból egy orsó tengelyt alakít ki. Ez lesz a horgászbot belső része, amely körül a zsinór majd körbe mozog. Egyúttal a két fogaskerék meghajtást is beleesztergálják, a magasabb fokozat a gyorsabb visszacsévélést segíti, az alacsonyabbal pedig nagyobb erőt fejthetünk ki, ha nagy hal akad a horogra. A marógép feje rendkívül strapabíró kemény fémből készül, de még így is hetente cserélni kell. Egy másik forgácsoló géppel kialakítják az orsó fő sebesség fokozatait, a nagy és az alacsony fokozatot. Ezek a fő sebességek összedolgoznak az előbb említett két másik sebességgel, hogy az orsó tengely pörgő mozgást végezzen. Ez a marógép apró mélyedéseket fúr, amelyek az orsó fékező rendszerének részei. Ezzel a horgász állíthat a damil feszítésén. Egy másik marófej az orsó egyik oldallapjába gravírozza a gyártócég nevét. Ez a másik fej az orsóba karcolja a fékező fokozatok számozását. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és végül a blokkolás. Ezzel a fokozattal a horgász akár egy 900 kilós hallal is megküzdhet. Az oldallemezeket többféle vegyi fürdőbe mártják, amelytől a felület aranyszínű lesz. Ezt az eljárást eloxálásnak nevezik. A végső összeszerelés előtt vízálló zsírt és kenőanyagot nyomnak be a két biztonsági zárba, ami megakadályozza, hogy a horgász túl nagy vagy túl kicsi zsinórfeszítést alkalmazzon. Egy csapágyperselyel megerősítik az orsódobon belül elhelyezkedő főtengelyt. Beillesztik a hangjelzést adó lapocskát. Ez hanggal figyelmezteti a horgászt, amikor egy hal a horogra kap. Egy rozsdamentes acélból készült karmantyút és egy fékezőlapot is ráillesztenek. Azután jön egy rendkívül kemény műanyag alátét. Az orsódobba behelyezik a forgótengelyt és a fogaskerekeket. A dob most már behelyezhető az orsókeretbe. Motoros csavarhúzóval meghúzzák a csavarokat, majd az orsóhoz erősítik a rozsdamentes acélból készült sínt, amivel az orsót majd a horgászbothoz rögzítik. 6 csavarral rögzítik az orsóház baloldali takarólapját. Ez a fémrugó és a belehelyezett csap lehetővé teszi, hogy a horgász egy gombnyomással gyorsról lassú sebességre váltson. A szerkezetet egy fémgyűrűvel rögzítik. A fogaskerekeket megzsírozzák, és ezzel az orsódob kész. Beleillesztik a keretbe, majd hozzáerősítik a hevederfület. Ezt a fület egy biztonsági hevederhez kapcsolják, amivel megakadályozható, hogy a hal kirántsa a horgászbotot a horgász kezéből. Ezután felszerelik az orsódob jobb oldali takarólemezét. Erre jön a kapcsolókar és a szabályozó gomb, amellyel a fékbeállítás szabályozható. Nagyobb feszítéshez az óramutató járásának irányába, a kisebb feszítéshez az ellenkező irányba fordítjuk el. Ezután felszerelik a rozsdamentes acélból és műanyagból készült fogantyút, amivel a zsinort tekerik. Végül következik a sebességváltó gomb. A féket és a fogaskerekek együttmozgását még egyszer ellenőrzik. Az orsót nagy forgássebesség mellett próbálják ki. Ezzel azt ellenőrzik, hogy a biztonsági zár valóban bekapcsol-e, hogy megakadályozza a szabad pörgést, nehogy a 900 méternyi horgászzsinór lefusson. Ez olyan hiba, amitől a horgász nagyon bepörögne.